Az ősz közelettével a katonáknak egyre nagyobb szüksége van az úgynevezett lövészárok gyertyára, amely fényforrást, melegedési és főzési lehetőséget jelent a számukra, mondta Hanna Melehánics, az Ungári Nemzeti Egyetem önkéntesei civil szervezet koordinátora, a történelem és nemzetközi kapcsolatok tanszékének docense. Tapasztalatból beszél, hiszen férje az ukrán fegyveres tagjaként védi az országot. Ukrajnában már 2014 óta készítenek lövészárok gyertyákat az önkéntesek, de sosem volt szükség olyan nagy mennyiségre, mint most. Korábban nem is nagyon hallottunk róluk. Én például most a férjemtől értesültem erről. Ő ott volt az árokban és mesélte, hogy még nyáron is használják a gyertyákat, hiszen alkalmasak az éjszakai világításra. Amikor hosszabbak az esték, akkor még több lövészárok gyertyára lesz szükség. Sokkal gazdaságosabbak, mint a földgázzal működő lámpások, ezért egy jó alternatív lehetőséget jelent számukra. Az Ungári Nemzeti Egyetem önkéntesei civil szervezet már elkezdte az alapanyagok begyűjtését. Minden jól jöhet. Használt, régi, törött, bármilyen színű, illatú, vagy minőségű, parafin vagy viaszgyertja, melyet az önkéntesek megolvasztanak, és egy sajátos technikával, hullámpapír használatával, konzervdobozokba töltenek, tehát fémdobozokat is gyűjtenek, viszont fontos, hogy ezek tiszták és címkenélküliek legyenek. Hanna Melehánicse mellett az Ungvári Nemzeti Egyetem fenntartható fejlődés központjának igazgatója. Ezért fontosnak tartja, hogy a gyertyák elkészítésének kezdeményezése egyben környezettudatos kontextussal is rendelkezik. A háború ellenére kötelességünk a környezetünkre is gondolni, hiszen a továbbiakban is itt kell élnünk. Ennek a projektnek van egy ökológiai szempontból is fontos üzenete. Az emberek általában kidobják a kiürült konzervdobozokat. Nem sokan vannak, akik szelektíven gyűjtik és leadják a hulladékot. Ugyanez a helyzet a használt gyertyákkal vagy a kartonnal is. Mi most lehetőséget biztosítunk arra, hogy az emberek részt vegyenek az újrahasznosításban, ezáltal csökkentve földünk szennyezettségét. A civil szervezet nem csak az Ungvári Nemzeti Egyetemhez tartozó személyeket hívja a kezdeményezéshez való csatlakozásra, hanem egy házakat, kávézókat, masszázsalonokat és egyéb intézményeket, ahol gyertyákat használnak. Minden háztartásban akad egy-egy hozzávaló. Együtt sokat tehetünk hazánk védelmezőért, hiszen a lövészárok gyertya egy csodálatos találmány, amely segíti a katonákat abban, hogy túléljék a nehéz körülményeket.